nem szűnnek az atrocitások a vasutasaink tagjainkkal szemben. Nagymaros Visegrád megálló helyen éjszaka a pénztárosnőt támadták meg, illetőleg a mai napon egy vezetői egyvizsgálót megzárt, magáról megfeledkezett utas. Sajnáljuk, hogy a Vasútbiztonsági Főigazgatóság képtelen arra, hogy teljesítse a feladatát, és azt is, hogy például a pénztárosok ügyében senki nem vett a fáradtságot a másztat részéről, hogy a hölgyeket legalább megnyugtassa, hogy a jövőben nem kell tartani attól, hogy ismét megtámadják őket az éjszaka folyamán. Az elmaradt intézkedésekről pedig már nem is szólva. A Mástart tájékoztatása szerint szeptemberben már több száz testkamera fog rendelkezésre állni, aminek alkalmazása minden bizonnyal mérsékelni fogja a kedvét azoknak, akik a légvizsgálóink ellen támadást akarnak intézni. Mint tudjátok, szakszeretünk már évekkel korábban kezdeményezte a védelem érdekében ezen eszközök bevezetését, alkalmazását. Hát most jött el a idő. Isten malmai lassan őrölnek.